A megye egészségügyi oktatási intézményeinek képviselői vettek részt azon az alakuló ülésen, amellyel elindult a Fejér megyei virtuális egészségközpont program. A Fejér megyei önkormányzat az ECHO innovációs műhelyel konzorciumban sikeresen pályázott a megyei identitás erősítése című pályázati kiíráson, ahol 100 millió forint visszanemtérítendő támogatásban részesült. Ennek köszönhetően indulhatott el a projekt, amelynek a megyei identitás erősítése is a célja. Különböző programelemekkel kívánjuk ezt megvalósítani. Eddig lezajlott olyan programelemek, mint Kétkeréken Fejér megyében, a népismereti táborok, szomszédünnep, albenzis szabad egyetem előadásokat szerveztünk, lakossági fórumokat szerveztünk, az iskolákban megjelentünk, mint népismerethez, Fejér megyéhez kapcsolódó programokkal, és a mai is egy ilyen állomása a programnak. Ugye az a cél, hogy a megyében a konfliktusokat csökkenteni tudjuk, akciókat szervezünk, hogy megyében a helyi identitást erősíteni tudjuk. A virtuális egészségközpont egy prevenciós program, mozgásfejlesztés, minőségi és ellenőrzött táplálkozás kiegészítés, higiéniai és szűrőeszközök használatának kiterjesztése. Ezekben szeretnék előre mozdítani a lakosságot a több ütemben megvalósuló projekt során. Ez a Társadalmi Szövetség, ez olyan forrás igényt fog benyújtani a kormányzat felé, több dimenzióban, mind Európai Uniós forrásokra, mind bizonyos adótípusokra, hogy szeretnénk támogatási forrásokhoz jutni. Egy bizonyos részeket, most mondok egy példát, egy nagy család elindul sportolni, mozogni, akkor a sportáshoz kapcsolódó felszerelésekhez is, későbbiekben pedig belépőkhez, egyebekben valamekkora mértékű támogatást kap, akkor, hogyha igazolni tudja, hogy ez az eseményen részt vett, és ez az egészségét fejlesztette. Molnár Ferenc hozzátette, a virtuális egészségközpont azt jelenti, hogy nem kell fizikailag felépülnie egy kórháznak. Ha a költségvetést szeretnénk negyedére csökkenteni a kiadások terén, akkor ilyen programok megvalósítására van szükség.